A diabétesz világnapja volt vasárnap. Magyarországon több mint 1 millióan küzdenek ezzel a betegséggel. Mennyiben lehet teljes életet élni a cukorbetegséggel? Hogyan lehet csökkenteni a kialakulás kockázatát? Ezekre a kérdésekre keressük a választ dr. Gáz Zsolttal, a József András Oktatókórház 4-es számú belgyógyászati osztályának osztályvezető főorvosával. Jó estét kívánok, köszönjük. Jó estét kívánok. Hogy itt van nálunk. A 2-es típusú cukorbetegség az, ami a szerzett, ugye? Tehát igen, az életmódbeli. Ez a leggyakoribb, aminél a kialakulásban legfontosabb szerepet a táplálkozás, a mozgás, és kisebb részt biztosít az öröklődés, tehát itt nem annyira... A 2-es típusúnál még kettő, van egy ilyen öröklődés. Ott is van, tehát van egy hajlam, a hajlam az öröklődik, de hogy kialakul-e, az attól függ, hogy hogyan él. És akkor gyakorlatilag a 2-es típusú cukorbetegek azok, akik a cukorbetegek számát igazán gyarapítják. 90%-a a cukorbetegeknek ez 2-es típusú, így van. No, minek köszönhető mindez akkor, hogy egyre több a cukorbeteg? Hát annak köszönhető sajnos, hogy mondjuk úgy az elmúlt 100 évben az életmód az drámaian megváltozott. Tehát korábban az emberek nem jutottak hozzá olyan mennyiségű rossz élelmiszerhez, mint most. A cukor az egy ismeretlen élelmiszer volt, most rengeteg cukrot tartalmazó élelmiszer van, a mozgás pedig az gyakori volt, tehát kevés volt az elhízott ember, az emberek egészségesebben éltek, bár rövidebb ideig, de ez a fertőző betegségek miatt volt, hogy rövidebb ideig éltek, de a cukorbetegség a 20. század elején az egy irodalmi ritkaság volt. De sajnos így alakult át, ezért a betegek száma ma már 500 millió fölött van a felnőtt cukorbetegek száma világszerte, Európában 61 millió a betegek száma, hogy említette, hazánkban is legalább 1 millió cukorbeteg lehet. Ilyen megyére vonatkozó adatokat? Csak pont nem tudok azt mondani, hogy azt mondhatom, hogy 50 ezer cukorbeteg majdnem biztos, hogy van nálunk. És akkor... Magyarán a táplálkozás és a mozgás. Tehát az, ami gondolom segíthet ennek megakadályozásában. Igen, tehát ez meg lehetne előzni, tehát kezdve onnan, hogy úgy mozogjanak, táplálkozzanak a gyermekeink, meg a fiatalok, és akkor nem alakul ki. Hogyha pedig rossz élelmiszereket esznek, olyan italokat isznak, és alig mozognak, akkor szinte biztos az elhízás, és úgy mondják, hogy az elhízás és a 2-es típusú cukorbetegség, azok kézenfogva járnak. Rossz élelmiszer, így fogalmazott. Igen. Mit értünk rossz élelmiszer alatt? Azon kívül, hogy cukros üdítők, rendben. Igen, azon kívül gyakorlatilag a nagy áruházakba tartozó élelmiszerek döntő többsége erősen feldolgozott, gyári terméknek nevezhető. Tehát erősen sózott, erősen cukrozott, mindenféle adalékanyaggal feldúsított, antibiotikummal. Tehát itt minden ide tartozik, a zöldségek és a gyümölcsök kivételével. Tehát a félkészételek, a mirelitételek, ezek mind-mind veszélyes ételek. Mikor fordul elő a leggyakrabban már, mint melyik korban, korosztály körében a 2-es típusú cukorbetegség? Ez inkább a középkorúak és az idősek megbetegedése, de sajnos megjelentek a 10 éves cukorbetegek is, azok a nagyon elhízott gyermekek, mondjuk így is, hogy a hamburger nemzedék, már bizony ott van. Ilyen nem volt régen. Ha valaki, egy professzor megkérdezte, hogy milyen típusú a gyermekkori cukorbetegség, és ha valaki rámondta volna, hogy vannak 2-es típus, az megbukott volna. Hát most már van, a megyénkben is vannak ilyen fiatal gyermek cukorbetegek, hát csak egy esetet elmondanék, hogy pár évvel ezelőtt feküdt nálunk egy fiatal ember, aki majd 300 kg volt, 10 éves korától már cukorbeteg volt, annyira volt. Tehát igen, hogyha egészen egyszerűen akkor önöknek mondjuk lehet azt mondani, könnyű a diagnózis, hogyha ránéznek egy gyerekre vagy egy felnőtt emberre. Na pont ez egy nagyon könnyű. Általában könnyű, tehát a leggyakoribb, de van vagy 50 féle cukorbetegség, tehát kell úgy mondjuk, hogy tipizálni a cukorbetegséget, mert ettől függ a kezelés.
Beszélünk akkor a kezelésekről is, ha van időnk, de a tünetekről, mikor kezdjen el valaki gyanakodni, hogy cukorbeteg? Hát például már önmagában a jelentős súly többlet az önmagában egy komoly gyanújel, hogy lehet, hogy van cukorbetegsége. Amikor már jócskán 10 millimol per liter fölé emelkedik a vércukorszint, akkor a állandó szomjúságérzet, a sok vizelés, a sebek nehezebben gyógyulnak. Tehát ezek már komoly gyanújelek, de gyakran ez a betegség lappangva fejlődik ki, évekig nem okoz panaszt, és van, hogy például a szemészdoktor veszi észre a szemfenéken azt az elváltozást, ami arra jellemző, vagy a stroke kapcsán diagnosztizálják a cukorbetegséget, infarktus kapcsán, tehát maguk a szövődmények esetében. Veseelégtelenség, igen, a veseelégtelen betegek kb. 40%-a cukorbeteg. Beszéljünk akkor a kezelésről. Itt is azért többféle kezelésre lehet szó, hogyha megállapítják valakinek, hogy kettes típusú cukorbeteg, akkor tényleg jön a tű? Nem. Nem? Nem. Alapvetően a beteg állapotától függ, tehát egyénre szabott kezelést tervezünk meg. Ha nem olyan késői és rossz állapotban lévő a beteg, akkor azt mondjuk, hogy lehet, hogy az életmód, a mozgás, a táplálkozás megváltoztatása önmagában elég lesz. Hogyha ez nem így van, ha nagyon magas a vércukorszint van, úgy, hogy már a kettes típusnál is inzulinnal kezdünk, de sokszor ilyenkor az inzulint még vissza tudjuk venni, el tudjuk hagyni. Ma szerencsére Magyarországon minden modern vércukorcsökkentő gyógyszer elérhető. Ez nagyon nagy dolog. És hát, hogy milyen aktuális most a diabétesz világnemben, hát 100 éve fedezték fel az inzulint, ami a cukorbetegség első gyógyszere. 100 éve. Igen, tehát, hogy ezért nagyon rossz erre gondolni, hogy jöhet az injekció, de ez azért életet mentett. Életet mentett, akkor gyakorlatilag az egyes típusú cukorbetegek mind meghaltak egy éven belül, a kettes típusú jelentős részének, és lerövidült az élete. Egy dolog azért szöget ütött a fejembe. Visszafordítható? Igen, tehát, egy darabig visszafordítható, hogyha olyan jól sikerül a életmódot megváltoztatni, az étrendet olyan jól sikerül megváltoztatni, az ahhoz fog vezetni, hogy a súlytöblet csökken. Minél jobban csökken, annál jobban hat a saját inzulin. Tehát van olyan, amikor visszafordítható egy ideig, de utána már nem. Tud mondani azért nekünk pozitív példát? Hogy ne, meg akkor rögtön negatívat is. Pár évvel ezelőtt volt egy fiatal betegem, 28 éves volt, és úgy került hozzám, hogy infarktusa volt. Nagyon magas vércukorszint, inzulint adtak, én néztem meg, mint diabetológus, és akkor megbeszéltük, hogy az étrendet, testmozgást hogyan kell változtatni, és sajnos azt mondtam, hogy ha ilyen magas marad a súly, a vércukorszint, a vérnyomásszint, akkor nem fogja látni felnőni a gyermekeit. Olyan motivált lett ez a fiatal ember, hogy... Ettől az egy mondattól? Igen, ez az egy mondat szerintem elég volt, hogy 3 hónapon belül minden inzulint elhagyhattunk, jó lett a vérnyomása, súlya jelentősen csökkent. Mondtam, hogy rám nincs is szükség, sajnos egy év múlva úgy láttam viszont, hogy életmódba visszatért a régi rossz életmódjára a táplálkozásban. Ne is mondjam. Még maradjunk egy kicsikét a testsúlynál. A vékony emberek, ők érintettek lehetnek? Mert azért van olyan típusú ember, aki hiába eszik, degeszre tömi magát, egyszerűen nem hízik. De ennek ellenére azt mondják legalábbis a szakemberek, hogy megjelenhetnek betegségek, ha nem vigyáznak magukra. A vékony emberekre nem jellemző a kettes típusú. Gyakorlatilag az másfajta cukorbetegség van, vagy 50-féle cukorbetegség, tehát ezért kell tipizálni. De hát az rájuk is igaz, hogy a táplálkozást azt jó lenne abba az irányba eltolni náluk is, hogy egészséges táplálékokat fogyasszanak. Ott a kettes típus gyakorlatilag nem fordul elő. Gyerekkorban abszolút akkor az egyes típusú. Az egyes típus. És hát picikét erről is beszéljünk. Egyes típus, ami szintén növekszik a szám, de a növekedés üteme nem olyan gyors, mint a kettes típusért. Mi az oka annak? Bocsánat, ne haragudjon. Hát akkor, hogyha ez... Genetikailag jobban meghatározott az egyes típus, mint a kettes típus, és kevesebb a szerepe a környezetnek a kialakulásában. Feltételezés szerint autoimmun folyamat indítja be ezt a cukorbetegséget, de mindent nem tudunk még erről. Gyerekkorban fordulnak elő az úgynevezett monogénes cukorbetegségek, aminek
hátterében egy génnek a problémája áll, és van, amikor személyre szóló kezelést tudunk adni, tudunk inzulin nélkül kezelni a gyermekeket vagy felnőtteket. Tehát büszkén mondhatom, hogy ez a történet Magyarországon minden a Nyíregyházáról indult, tehát mi diagnosztizáltunk először ilyen betegeket. Tehát magyarán kimutatják a genetikáját ennek az egyes típusúnak, ugye? És nem, a monogénesnek? A monogénesnek annak tudjuk kimutatni, az egyes típusnál egy csomó gén van az, ami érintett lehet, tehát ott genetikailag nem történik diagnózis, az immunfolyamatokat keressük. Tehát és ha kimutatták, akkor pedig a kezelés módját is meg tudják változtatni. A monogénesnél igen, monogénesnél. Van, hogy évekig inzulint kapó, itt is megint egy történet volt, egy olyan cukorbetegem, akinek egyes típusúnak tartották, mert csecsemőkorától volt cukorbeteg, és 33 év inzulinkezelés után kimutattuk, hogy nem monogénes cukorbetegsége van, és egy tablettel rá tudtuk állítani. Mekkora azok cukorbetegek aránya, akik valószínűleg monogénesek, de nincs kimutatva? Hát legalább 1-2% a gyermekeknél. Akik ki vannak mutatva? Igen. Tehát még a maradék van 98%-a. Nem, hanem az összcukorbetegségnek kb. 5%-a. Tehát azt mondanám, hogy Magyarországon feltehetőleg van 50 ezer monogénes cukorbeteg. Jéghegy csúcsa, amit ismerünk, tehát ezernyi beteget ismerünk, ezek döntő többsége a megyénkből és a környékről való, mert mi foglalkozunk vele. Köszönjük, doktor úr, hogy itt volt nálunk. Köszönöm szépen. Készült Magyarország kormánya megbízásából az Európai Unió támogatásával.